Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Lukács evangéliumának 6. fejezetéből a 45. B verssel köszöntöm a kedves tévénézőket, mert amivel csordulték van a szív, azt szólja a száj. Evangélikus szavunk, az evangélium, azaz a jó hír, örömhír szóból származik. Krisztus követőként annak a jó hírnek vagyunk ugyanis a birtokosai, hogy Isten az ember iránti szeretetében elküldte egyszülött fiát a mi szabadításunkra, megváltásunkra. Ahogy Luther Márton erre rájött, nem tudta magában tartani. Olyan boldog lett, hogy elkezdte azt másoknak is elmondani, és látta azt a sok téves utat is, melyen korának az egyháza járt. Meg akarta mutatni mindenkinek azt az utat, amelyet neki is megmutatott Isten Jézus Krisztusban. De ez még nem volt elég. Leírta egy papírra, hogy mit olvasott Istenről a Bibliában, és ezzel szemben mit tanít az egyház máshogyan az embereknek. 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én fogta ezt a papírt, rajta a 95 tétellel, és kiszögezte a Wittenbergi vártemplom kapujára. Hamarosan egész Európában erről beszéltek. Ezzel elindult a reformáció, azaz a megújulás az egyházban. Terjedt az Isten igéje, az emberek elkezdték szeretni az Istent, aki nem gyűlöli őket, hanem annyira szereti, hogy képes volt még a fiát is odaadni értük. Innentől kezdve már nem azért igyekeztek jók lenni az emberek, akik megértették a reformáció felismerését és tanítását, mert féltek Istentől, hanem azért, mert szerették őt. Ennek a megújulásnak, a reformációnak a gyümölcsei ma is itt vannak közöttünk. Például az, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk a Bibliát. Itt vannak az énekeskönyveinkben manapság is elhangzó szép énekeink, mint például az Erős vár a mi Istenünk. De a legédesebb, számunkra a leghasznosabb gyümölcse a reformációnak, hogy tudhatjuk, imádságban oda mehetünk, oda fordulhatunk Istenhez bármikor, mert ő szeret bennünket mindig és minden körülmény között. Reformációra, megújulásra azonban nem csak 500 évvel ezelőtt volt szükség, hanem ma is. Minden nap szükség van rá. Nem csak az egyház életében, hanem a mi személyes életünkben is. Hogy el tudjuk engedni azokat a dolgokat, amelyekre nincs szükségünk, hogy változtassunk azokon, amelyek változásra szorulnak, és helyet készítsünk az újnak. Ebben biztosak lehetünk, hogy segítségünkre lesz Isten szent lelke, aki a jót munkálja a szíveinkben, ahogyan munkálta azt 500 évvel ezelőtt Luther Márton szívében is, hogy felismerjük, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt az örömhírt adhatjuk tovább. Amen.